sajnos nem ő lett, pedig nagyon pedáloztunk, hogy március 15-e itt van, és addig nem választanak pápát, akkor Magyarországnak kell, hogy legyen, aki adja a pápát. Mert hát ez úgy adva lenne, és már arról nem is beszélve, hogy a dobogókon van ugye a Földnek a szíve. Ezzel kapcsolatban szeretném is megkérdezni önnek, mi a véleménye, hogy egy argentin ország adta a pápát, de mellesleg megjegyzem, hogy én nagyon örülök neki, mert a Ferenc az a szegények pápája, és azt gondolom, hogy egy pápának nem is lehetne másnak lenni. Azt gondolom, hogy egy kicsit az ismeretlenségből érkezett a Szent Atya, de ez alatt a néhány nap alatt ismertítette magát szerte a világban. Nyilván ez tulajdonítható a média nagyfokú érdeklődésének is, de azoknak a gesztusoknak is, amelyekkel ő elkezdte a szolgálatát, és ez mindenki számára nagyon vonzónak tűnik, teljesen joggal, hiszen ő, aki egy olyan országból érkezett, ahol a gazdasági helyzet talán hagyna még kívánnivalót maga után, ahol nagyon sokan vannak szegény sorsban, onnan érkezve ő hozza saját tapasztalatából azt az érzékenységet, empátiát, ami a szegények felé szükségeltetik, hiszen napjainkban azt kell mondjuk szerte Európában a szegények száma növekedett sajnos, és abban a gazdasági helyzetben, amelyben vagyunk, mindenféleképpen szükséges egy ilyenfajta szolidaritásnak a fölébresztése, és ha ezt éppen a pápa részéről látják, azt gondolom sokak számára, talán még a nem hívők számára is, akik erről hallanak, vagy akik ezt látják, egyfajta vonzó példát tud adni. Igen, úgy tudom, hogy a napokban lesz ezen a héten Erdő Péter bíborosnak a budapesti bazilikában a Ferenc pápáért misének a tartása. Nem tudom, hogy ön is részt vesz ezen? Jönnek fel Budapestre, vidékről? Igen, minden püspök meghívást kapott erre, de sajnos én nem tudok részt venni, hiszen a székesegyházunkban ebben a három napban, csütörtök, péntek, szombat lesz a lelki gyakorlat, úgyhogy nekem ott kell lennem, hát ott igen. Vannak feladataim, de attól függetlenül mi ma reggel a szombathelyi egyházmegye részéről megtartottuk ezt a könyörgő imádságot, ezt a szentmisét, amelyben külön pápánkért imádkoztunk. Igen, itt lesz hamarosan a feltámadás. Mit tudna erről mondani? Végasztalod olyat, ami segíti az embereket a mindennapoknak a megélésében. A húsvét önmagában vigasztaló, erről nem kell csak vigasztaló gondolatokat keresni, hiszen egyrészt húsvétnak van előzménye, amit a nagy héten meg fogunk ünnepelni, nem csak nagy csütörtökön a papság, illetve az oltári szentség alapítását, nem csak nagy pénteken, amikor Krisztus halálára fogunk emlékezni, hanem megéljük húsvét éjszakáját, a föltámadás ünnepét, amely önmagában nem csak hogy vigasztaló, hanem egyetlen reménye és bizodalma az embernek, hiszen ezzel Jézus előrejelezte számunkra, hogy a halál után van föltámadás, minden ember számára Isten fölkínálja a vele való életközösséget, az üdvösséget, és erre kell, hogy mindnyájan életünk folyamán készüljünk, és ezek a húsvéti alkalmak pedig lehetőséget kínálnak arra, hogy gondolatban is átéljük, és ugyanakkor a lelkünkben is fölkészüljünk erre az eseményre, amely nyilván halálunk után mindnyájunk számára megad addig, hogyha erre méltók vagyunk. Igen. A zarándokutakkal kapcsolatban volt ma a sajtótájékoztató. Ön hány zarándokúton vett részt, és melyik volt az, ami nagyon emlékezetes a számára? Gondolom mindegyik, de azért talán lehet úgy sorba tenni. Nem tudom megmondani, hogy hány zarándokaton vettem részt, már csak azért sem, mert a születésemnél fogva is egy zarándok helyhez kötődöm, hiszen Mária Pós szomszédságában születtem, ott nőttem föl, ahol a zarándoklatok évfolyamán mindig voltak, de természetesen én magam is elmentem más búcsújáró helyekre is,
nem igazán tudnék különbséget tenni, hogy ez vagy az, mert mindegyiknek megvolt a maga sajátossága, de miután most a sajtótájékoztató is a Mária Celbe irányuló zarándoklatról szólt, hadd utaljak arra, hogy Mária Celbe én minden évben több alkalommal is elmegyek, legtöbbször gépjárművel, de két alkalommal gyalogosan is megtettem 4 nap alatt Szombathelyről azt az utat. Tehát ezeknek mindegyiknek sajátos élménye van, és azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal csak annyit érez az ember, hogy ezt még egyszer is meg kell csinálni, mert az az élmény, amit ott kap az ember, egy további vágyakozást ébreszt benne. Mi az önnek került a mindennapokban? Már látszik önön, hogy egy derűs, kiegyensúlyozott, jól élet. Amit a zarándoklat is fölkínál mindnyájunk számára, az imádság. Aki az Istennel békében él, azt gondolom, hogy megtaláljon úgyát, amely is a embertársával is békében éljen, és akkor az életünk már nem zaklatott, nem bajok között telik, még akkor is, hogyha rajtunk kívülállók miatt is találkozunk bajokkal, nehézségekkel, de azokat tudjuk más szemmel, más szemüvegen keresztül nézni, az Isten szemüvegén keresztül, és abból csak győztesen tudunk.